Magyarország színén nagyon egy almafa, az alatt énekel két lovas katona. Négy korcsoportban 43-ban mutatták meg tudásukat az első bukovinai énekversenyen. A versenyzők Magyarországon kívül Madéfalvát, Dévát, Csernakeresztúrt és több szerbiai települést is képviseltek, jól tükrözve a bukovinai székelyek vándorlásának állomásait. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondta, a cél a kapuk kinyitása, jöjjön be rajta mindenki, akinek fontos a székelység kultúrájának továbbéltetése. A táncnál is ugyan hasonló volt a szóló táncnál. Kinyissuk a kapukat, meg tudjuk mutatni azokat az értékeinket, és hát természetesen örömmel veszük, ha ezt úgy táptalajra lel, és sokan kapcsolódnak, megismerik ezeket az értékeket, kincseinket, és bízom benne, hogy szórni fogják az egész országon belül. Bakler Anna a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem névzene tanszakának oktatója, a zsűri tagja úgy vélte, ezek a fórumok a legjobbak arra, hogy a fiatal generáció is megmutathassa az átvett értékeket. Bukovinai székelyek dallamvilágának, szövegvilágának olyan vonzása van, az előadásmódnak olyan különös értékei vannak, ami miatt nagyon sokan akarják megtanulni. Tehát a mai versenytől azt várom, hogy megmutatkoznak a bukovinai székelység itt élő tagjai, megmutatják, hogy ők még mit őriznek, mit vittek tovább a gyerekeiken, unokáikon keresztül. A zsűri 10 kiemelt arany emlékplakettet, 5 kiemelt aranyérmet, 12 arany és 16 ezüst oklevedet osztott szét az indulók között.